Polgári Portó. Érték a felszín alatt. Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Polgári Mulatóba. Köszönjük szépen, hogy ez a cudar időjárás ellenére minket választottak. Nagyon kérem Önöket, hogy kövessenek minket a Polgári Mulató Facebook oldalán és a YouTube csatornáján. A YouTube-ra feltesszük mindig az aktuális, illetve az elmúlt eseményeinket, úgyhogy ott mindent vissza tudnak majd nézni. És minden megosztás számít a Facebookon is, a YouTube-on is, illetve iratkozzanak fel rá. És szünetben majd itt lesz egy papír, hogyha esetleg valaki szeretne az e-mail címével feliratkozni, mert esetleg nincs a Facebookon, de szeretne az eseményeinkről értesítést kapni, akkor itt majd meg tudja tenni. És át is nem a szót Kondor Katalinnak. Köszönöm szépen, én nem értesültem arról, hogy szünet lesz, úgyhogy már is megígérhetem, hogy egy nagyjában egészében 60-65 percet beszélgetünk, így döntöttük el, utána természetesen lehet végül is mulató a hely címe neve, utána lehet mulatozni, polgári módon kivált lehet, de akkor én is hadd mondjam, hogy sok szeretettel köszöntöm a kedves nézősereget. Nagyon zavar bennünket, engem legalábbis, hogy nem látom, hogy kik vannak itt, de mosolygunk ennek ellenére a lámpába is. Ez vallató lámpa, vallató kicsit gyanús a hely egyébként, mert állandóan az arcunkba világít. No de viccet félretéve, a hajdani napkelet folyóiratra emlékező záró esten vehetnek most részt. Köszönjük az érdeklődésüket. Ugye a sorozatunk a mai nappal véget ér, de reménykedünk abban, hogy azt a korszakot, amely a magyar művelődés történetében Klebersberg Kunó kultuszminiszter nevéhez kötődik, sikerül még a mai napon is valamivel közelebb hozni a hallgatóságunkhoz. Hogyha valaki nem tudná, ő tudta egyébként, mert felismerte, hogy mi fontos az, hogy a konzervatív klasszikus műveltség, a keresztény gondolkodás szükséges ahhoz, hogy a nemzetet összetartsa. El tudunk és el is lehet gondolkozni azon, hogy ma ez a jelmondat érvényes-e ránk egységesen, vagy már idézőjelbe téve túlhaladta az idő. Ez remélem, hogy részben majd a beszélgetésből is ki fog derülni. Köztudott, bár ez azért nem biztos, hogy a Napkelet folyóiratnak olyan alapító szerkesztői voltak, mint ugye Tormai Cecil, Horváth János, Szegfű Gyula, és a többi. Korábbi összejöveteleinken elhangzott, hogy a folyóirat létrehozásának célja volt az is, hogy a trianoni tragédiára egyfajta gyógyírt adjon. Amikor először ezt a mondatot így megállapítottuk ezzel a sorozattal kapcsolatban, akkor az ember kicsit azon kezdett el gondolkodni, hogy egyáltalán érvényes lehet-e ez a mondat még. Tehát a trianoni tragédiából tudunk-e következtetéseket levonni, tudunk-e szellemileg táplálkozni, tudunk-e sírni, nevetni, gondolkodni. Nagyon nehéz kérdés egyébként, legalábbis annak, aki az elmúlt 30-40-50 évet felnőttként érte meg, és rengeteg alkalommal kénytelen volt azt tapasztalni, hogy a történelmi múltunkkal, a magyarság történelmi múltjával kapcsolatban még mindig elképesztő tév képzetek, tév nézetek és szándékos rongálások vannak. Nos, akiket megkértünk arra, hogy beszélgessünk arról a korszakról, meg erről is, amiben most vagyunk, Alexa Károly irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár, Domonkos László író, publicista, ő is tanár, Horváth Szilárd, újságíró, tanár, iskolateremtő, nem utolsó sorban kollégám, és Cofáron politológus, eszmetörténész, újságíró, és társaságunkban a legfiatalabb, de nagyon szép. Ja, engem meg Kondor Katalinnak hívnak. Nos, ma van-e? Próbáltam összegezni néhány dolgot, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az emlegetett korszakkal való foglalkozás nem egy-két-három órás összejöveteleket igényelne, hanem egy nagyon szigorú egyetemi kurzust, ahová viszont be kellene iskoláztatni a felnőtteket is. Mindenképpen nem rossz ötlet szerintem, csak nem lesz megvalósítható. Nos, tehát van-e, vagy ha nincs, kellene olyan fajta, ez lesz az első kérdésem, tehát van-e, vagy ha nincs, akkor kellene olyan fajta szellemi erőtér, mint a Napkelet volt valaha.
mert a trianoni tragédia ugye még mindig betegít bennünket, ezen nem is lehet vitatkozni, vagy ha vitatkozunk is, nem nagyon megyünk semmire, de számos más támadás is éri a kultúránkat, gondolkodásmódunkat, például a nem kell messzire menni, csak a magasságos Európai Unióig. Úgyhogy a kérdés tehát az, és meg is kérem Alexa Károlyt, hogy válaszoljon elsőképpen, ha tud, nem lesz könnyű egyébként, hogy kellene olyan fajta szellemi erőtér, mint amilyen valaha a napkelet köré összegyűlt. Leülök, jó? Te meg maradj ülve. Köszönöm szépen a kérdést, nem tudom miért éppen én, de... Nekem, hogy az első a műsor. Köszönöm. No, ez a kérdés, vagy a válasz persze mi más lenne, mint igen. De ez a kérdés, ha mai időket vonatkoztatjuk, nyilvánvalóan ez egy eszmetörténet, másrészt pedig merő politika és merő ideológia. Tehát és azt hiszem, hogy ha belegondolunk abba, és ha sokat beszélünk, nyilván szól, mert ilyen tanáremberként szót kapok, akkor nem tudom abba hagyni a beszédet. Megszoktuk, mert Domonkos is tanár. De vagyunk egy párat, igen, a cipőben. Sőt, Szilárd is tanár, hogy jól vagyunk eleresztve. Nos, tehát a ilyen előtérre nyilván szükség van, persze, persze. És különösen a mai időben, amikor egészen máshonnan jönnek a támadások, mint annak szoktunk. Onnan is jönnek a régi irányokból, de most a újabbakkal gyarlokodtak, hogy pontosabban a régieknek van újfajta transformációja. Mire gondolok én? Arra gondolok, hogy az a fajta a magyar mondjuk nemzetudatta, vagy a magyar önazonossággal szemben álló erők. Korábban az országon belül lappangtak, csöndesek voltak, de ezek működtek nagyjából visszamenőleg a 19. századnak legalább a közepéig, hanem előbb is már vannak ennek jelei. Amiket aztán a későbbiekben a történelmi események felerősítettek minden alkalomra, újabb és újabb munícióval látták el azokat, akik ezzel szemben, akik mondjuk ezekkel a bizonyos nemzeti értékekkel szemben, vagy az önazonossággal szemben próbáltak, hát nem akár sikerekkel működtetni. Ennek nyilván kulcs időszaka volt, 1918-1920. Ez a három év az, amikor néha belegondolok abba ilyen vén fejjel, hogy micsoda, milyen volt az embereknek a tudata, amikor azt tapasztalták, amit tapasztaltak 18-nak az őszétől kezdve, egészen a trianoni békeszerződés aláírásáig. És én nekem ebben a legnagyobb segítségemre a látványban, vagy az érzület átérzésében az volt, amit a Tormány Csecsőnek a Burzosok könyvében... Szánkból vetted ki a szót. Adjam vissza. Tehát amit a pesti utcaképről beszél, hogy ez a város, amelyik olyan tényleg gyönyörű volt, a tényleg ugye kiegyez után ősi közhely, hogy az 50 év az elképesztő prosperitás volt, gazdagság, úriemberi világ volt ez. Tessék belgondolni abban, hogy a magyar parlament mondjuk 1918 nyarán, Tisza István uralkodása alatt milyen emberekből állt, milyen iskolázottságra, milyen ruhákban voltak, milyen küllemük volt. És akkor leírja az írónő, meg tudjuk is persze, hogy a nemzeti tanástól kezdve micsoda, hát uram, bocsá, a söpredék szót, még egy eufémizmus, ha azt mondjuk, hogy kik lepték el ezt az országot. És ezekkel kezdve, ez egy olyan fajta lelki átrendeződés volt, hogy ezek vannak most fölöttem. Milyen? Ahogy ezt el tudom képzelni, ahogy látjuk ugye régi filmhíradókon, hogy az orosz forradalom idején 17-ben a cári világot egy perc alatt átrendezi egy trockista vagy más világ, és annak a virulenciája, ami máig hatóan. Mert máig hatóan. Tehát az, ami akkor nagyon elromlott, és aminek aztán a folyamatosan működését tapasztaljuk Magyarországon, Lappangban, Hortikorszak mélyében, nem is annak mélyében, eléggé látható módon, akkor az emigrációban Berlintől kezdve Párizsig és Oroszország, a Szovjetunióig, vagy mi a... Akkor már Szovjetunió volt, nem? Persze, akkor már Lenin már. Igen, akkor már oroszkik, igen, Szovjetunió. Most van a oroszok újra. Belezaladtam, mert oroszokra gondoltam, hogy most beiratkoztam egy portálra, a Oroszország irodalma, kulturális, stb. A Facebookon, és elképesztő, milyen anyagok vannak. Megjegyzem, csak a zárójelben lássa kikerámnak szembe, hogy mióta az orosz-ukrán háború van, és folyik ez az elképesztő eszmeharc, megint részenük a kulturális expanziónak, Oroszország ellen, azóta csak Tolstoyt olvasok, Gogolyt olvasok, mert Dosztojevszkijt olvasok.
És ezeken pont elég, szóval már bocsánat, hogy itt... Nem is elég rá egy élet, úgyhogy ne reménykedj. Igen. No, szóval ez a fajta forma, mint a napkeletnek a szimbolikus neve megtestesít, erre valóban szükség van. Egy olyan fajta józan álláspontra, ami meg a hagyományokat megőrzi, de csöppet nem süppet bele valami ókonzervatív, vagy valami szélsőségesen a butaságig elmenő ideológikumokba, erre nagyon nagy szükség van. Az a fajta nyitottság és zártság, az a fajta erőmutatás és hátratekintés, amiben abban ilyen nagy emberek, mint a Horváth János, nekem a kedvenc alakom a magyar irodalmi múltból megtestesítettek, azra példa jól lenne manapság is, ha ilyen lehetőség volna, mert azt tapasztalom, és itt jön kritikai megjegyzésem, hogy nem csak azokkal van már baj, akik a másik oldalon állnak, és mindenővel agresszíven pusztítják ezt az oldalt, hanem itt belül is vannak nagyon komoly bajok, szellemi bajok is vannak, kirekesztések is vannak, amikkel szerintem szintén szélsőségek is vannak, amikkel szemben valóban egy ilyen polgári nemzeti józanság, konzervativizmus és prosperitás. Igen, akkor most a legfiatalabb záróan szól a kérdés, ugyanaz lényegében, hogy ugye azt mondtuk, hogy a Napkelet folyóirat létrehozása anno, amikor az megtörtént, az volt a célja, hogy a trianoni tragédiát próbálja felettetni. Elgondolkodhatunk valamennyien, hogy akik újságot forgatunk mostanság is sokat, hogy van-e olyan újság egyáltalán, amelynek ehhez hasonló célja lehet. És hogyha van, akkor például melyik az? És ha megtudnánk, hogy van-e ilyen, vagy van ilyen, és melyik az, akkor meg az lenne a kérdés, hogy és milyen hatalmas feladatot kell ahhoz teljesíteni, hogy egy újság vagy egy folyóirat az olyan mély nyomokat hagyjon a társadalom életébe, és úgy segítse adott esetben a talpraállásban, ahogy annó ugye a Napkelet segítette Áron. Azért itt egy szerencsés csillagzat alatt született a Napkelet folyóirat, hiszen Klebersbeck Kunónak az volt az alapkoncepciója, hogy ha már elszenvedtünk egy történelmi katasztrófát, akkor a kulturális fegyverletételt, a kulturális trianont azt viszont kerüljük el. És mindig azt szoktam példaként hozni Klebersbeck zsenialitására, hogy a revíziós politika közepén képes volt arra, hogy kaszárnya épületet alakított, tehát kollégiumá, tehát képes volt arra, hogy amikor egyetlen törekvés... Nem nevezte el Mária Teréziáról. Amikor egyetlen törekvés határozta meg a magyar külpolitikát, de hát a belpolitikának is a légkörét, ez pedig a revízió volt, akkor neki volt olyan éles látása, hogy tudta, hogy a kultúráról sem szabad megfeledkezni, mert a hosszú távú feladatok is legalább olyan fontosak. És itt találkoztak az alapítóknak a koncepciói. Tehát egy folyóirat akkor tud szerintem egységes szellemben megnyilatkozni, és a 20-as években különösen ez az egységes szellem jellemezte a folyóiratot. Akkor tudnak így megnyilatkozni, hogyha van egy szellemi konvergencia tér. Tehát hogyha van egy olyan millió, van egy olyan légkör, ami a gondolatokat egy irányba tereli. És nyilván én három dolgot emeltem ki magamnak, amikor olvastam főleg a 20-as évekbeli szövegeket a labból. Az egyik az nyilván Trianon. Tehát Trianon, mint mindennek az oka, ugye a Herakleitosz mondata, háborúk mindenek atya, ez a magyar történelemben is, különösen az első világháború után így volt, minden a Horthy korszak politikájában, amit látunk a kulturális életben, minden visszavezethető a háború tapasztalatára és a következményekre. Ez az egyik tehát. A másik a középosztály kérdése, amire majd remélem, hogy kitérünk, mert ez egy olyan kérdés, ami miatt mai napig aktuális a Napkeletről beszélni egyáltalán, igen. És hát azt gondolom, hogy a harmadik olyan tényező, ami mindenhol visszaköszön, az pedig a kulturális munkának és az irodalomnak nagyon fontos szerepe, amire Kornis Gyula is írt elég koncepciózus cikket, amiben, illetve Németh László is azt írta,
hogy új reformkorról akkor beszéltünk, ha ugyanúgy közelítsük meg a politikát, mint a reformkorban, a nyelv felől és az irodalom felől. Most ezt lehet naív elképzelésnek tartani, de a magyar történelemnek ez a működés mondja, tehát a reformkornak is ez volt, és szerintem ez lebegett most ilyen harmadik pontként, és ezt lezárva, ez lebegett szerintem a Napkelet alapítóinak a szem előtt is. Valószínű egyébként, hogy biztos, hogy ez lebegett, meg az a hit, hogy esetleg egy folyóirat az valami csodát tud csinálni az emberek életében. Na most, miután nem éltünk, akkor nagyon nehéz azt átélnünk is, meg hogy úgy mondjam, kitalálnunk, hogy valóban az emberi lelkekhez hogy hatottak az ott leírt dolgok. Laci, akkor vedd fel azt arra gondoltam. És közelítsük meg tényleg olyan kicsit tendenciózus és nem is teljesen, hogy úgy mondjam, fair kérdéssel, hogy van-e ma olyan lap, olyan szellemi terület, tehát egy olyan társaság, amelyik egy lapot szerkeszt, amely hatalmas hatással van a társadalomnak szinte, de maradjunk az értelmiségnél és a középosztálynál, szinte minden tagjára. Hát erre nagyon röviden és nagyon lakonikusan válaszolhatnék, nincs. Nincsen, ezt nyugodtan és határozottan csinálni. Kitaláltuk, hogy csendben, de... Igen, de ugyanakkor hozzá lehet tenni, hogy egyrészt ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne, és az sem jelenti, hogy ilyen akár a közelmúltban, vagy a általunk belátható néhány évtizeddel ezelőtti múltban nem volt, vagy ne lett volna. Tehát tulajdonképpen a példák, azok akár a jövőben mutatóan, akár a közelmúltban mutatóan azért itt sorakoznak előttünk, már a Napkelet után is. Magyarán ezzel azt is mondtad, hogy érdemes őket utánozni? Igen, természetesen. Olyan értelemben is, hiszen nem kell túlságosan messzire visszamenni a múltba. Tehát most, ha a Napkelettől elvonatkoztatunk, sőt, átjövünk a 45 utáni szovjet hódoltsági korszakba. Ott is átjövünk az 56 utáni Kádár korszakba, amit ugye sok szempontból teljes joggal mondtak, eszmei szempontból is gerincroppantónak, megalkuvónak, egy csomó dologban. Csurka István például úgy fogalmazott, hogy a 70-es években veszettel igazán a magyarban. Ebben is van elég sok igazság. De mindezekkel együtt, éppen ezekben az időszakban, mondjuk az ominózus 70-es években. Így, ahogy én. Igyekezlek utánozni mindent, amiben csak tudlak. Helyes. És akár a 70-es éveket, ha vesszük, tehát ugye azt mondtam, akkor nem kell nagyon messzire menni, csak az Alexa Karcsik, hiszen a mozgó világról, amiben ő vastagon benne volt, már beszélhetnék, de mondtatok egy hozzám közelebb álló vidéki példát, sőt nem is egyet, hanem legalább kettőt vagy hármat. A Tiszatáj ennek megfelelt, a Forrás Kecskeméten pláne megfelelt, egy időben az Alföld Debrecenben szintén megfelelt, és félig meddig még egy időben még a pécsi Jelenkort is mondhatnám az irodalmi folyóiratok közül. A fővárosi lapok közül szándékosan vettem őket másodlagosnak, nem mint hogy annyira rosszak lettek volna, de egy időben a Kortársat is mondhatom erre, például Simon István főszerkesztése idején a Kortársat, legalábbis bizonyos megszorításokkal. Tehát jócskán voltak olyan folyóiratok, amelyek Napkelet-szerűek idézőjelben voltak abból a szempontból, hogy ezt a fajta koncentráltságot, ezt a fajta szellemi vezérszerepet, ha átmenetileg is, de tudták gyakorolni, ezzel az igényen lépett föl a rendszerváltozás hajnalán az addig nagyon tiltott és Csóriék által hiába hajszolt, és csak 1988 novemberében végre elindulhatott, korábban 88 nyarán kapta meg az engedélyt a hitel, amelyik egy darabig, ideig, óráig, ez már bonyolultabb kérdés, most ebben nem menjünk bele, szintén betöltötte ezt a szerepet, és végül is a közeli jövőben, vagy az ezután következő jövőben nagyon is el tudom képzelni, hogy létezhet olyan folyóirat, vagy létrejöhet olyan szellemi műhely, ami ezt a középponti vezérlő szerepet akár a Napkelethez hasonló módon meg tudja valósítani, hiszen ne felejtsük el, hogy a Napkeletben, itt hoztam egy példány mutatóba, ez egy teljesen, nem azt mondom, hogy taláromra kiragadott példány, ez az 1928. február 15-i szám, csak találomra mondok néhányat mai szemmel a szerzők közül, hogy ki mindenki volt ebbe egymás mellett. Akkor még fiatal írónak számított erdélyi írónak, de itt volt Kacsó Sándor, egy erdélyi név, Mécs László, Németh László, a Népiesség és Népiség című később igen híressé vált eszéje van benne,
De ugyanígy mondhatom Falu Tamást, aki később vált igen szintén ismert névvé, de mondhatom a Alexa Károly által emlegetett Horváth Jánost is. Mondjál már néhány címet is. És a cím néhány, a népiesség és népiség, azt mondtam. Hát Falu Tamástól versek vannak, Kacsó Sándortól egy rövidebb novella van, de például az a Bibó Lajos, akit Bibó Istvánnal néha össze szoktak keverni, egy igen-igen kiváló vidéki, hódmezővásárhelyi illetőségű író volt. Neki van egy Raptűz című regényének a részlete, ami azért izgalmas nagyon, mert ez a Tormai Cecil féle világtól enyhén szólva távol állt, de ez bőven befért, mint ahogy a Német Lászlói eszmeiség is befért, és végül de nem utolsó sorban ez a lapszám már abba a vonulatba tartozott, hogy kicsit eszmetörténetről is beszéljünk, ami talán a legnagyobb erője volt, és egy ilyen folyóiratnak, ilyen volt például a Forrás esetében a népi erotikának a fölemelése és az újra beemelése a magyar köztudatba. Itt például a neonacionalizmus, hát malapság erről Isten ments, hogy szó lehetne, hát kitörne a lázadás, hogy mi az, hogy a nacionalizmus az ördög öreg anyja, mint tudjuk. Holott a nacionalizmus szó természetesen a legpozitívabbak egyike, a sovinizmus értelmében használja a sok barom, már bocsánat. Tehát teljes egészében kifordítva, és teljes egészében torzan, amilyen értelemben a kommunisták használták. A neonacionalizmus vita a Napkelet hasábjain, a több számon keresztül zajlott, ez az egyik szám, amiben van erről szó, és a neonacionalizmusról szóló vitában, többek között Klebersberg is, hát ő volt az egyik vitaindító, ha jól tudom, is megszólalt. Ebben olyan fantasztikusan mai napig tanulságos hozzászólások, gondolatok, eszmefuttatások vannak, ami megkockáztatom, akár egy külön kis kötetbe való kiadást is megérdemelne, hogy mit is jelentett a neonacionalizmus értelmezési kísérlete a 20-as évek Magyarországán, alig néhány évvel Trianon után, milyen elképesztően tisztességes, tiszta, mély és okos gondolatok hangzottak el. A Napkelet az ilyen jellegű, majdnem azt mondom, eszmei tisztázásban különlegesen dicsőséges szerepet játszott, én úgy gondolom. Na hát ez a példa teljes mértékben azt mondja nekünk, illetve azt üzeni és azt mutatja, hogy a kor legfontosabb kérdéseit vették olyan értelemben górcső alá, hogy ilyen szépen fogalmazzak, ami egyrészt ugye nagyon fontos volt, másrészt érthetően írták meg. Emellett ugye százezerszer meg kell jegyezni, hogy ha olyan folyóiratok születnek, amelyeknek olyan alkotóik vannak, mint mondjuk Tormai Cecil, aki sokszor gondolkoztam rajta, biztos, hogy az irodalom nagyon jobban, és irodalmat jobban ismerő emberek sok példát tudnának elmondani, de én Tormai Cecilen kívül, ahogy ő a Tanácsköztársaságot leírta, mást nem olvastam, aki ilyen elképesztően hatással írta volna meg. Tehát mondjuk egy, és akkor Szilárd vett kezedbe a mikrofont, tehát maradunk, az neked nem kell mondani, mindig verd meg, hogyha rosszul viselkedik. Szóval, tehát létezhet-e olyan újkeletű napkeletféle, amely akkora üzeneteket tudhatna, vagy szeretnénk, ha megfogalmazná az emberek életmódját illetően, gondolkodását illetően, harcmodorát illetően, mint amilyen régen az volt. Én ma azt érzem, hogy nagyon sok hetilapot, folyóiratot olvasok, ami csak a kezembe került. Olyan rendkívül jó cikkek vannak, de olyan egységes vektor, ami irányába tudna egy szintársulat haladni, olyat nem nagyon lehet egyelőre még látni. Az egyik ilyen, a másik olyan, nagyon szép tarka a lap, sok mindenki elmondja a véleményét, de ami minden szempontból egy fundamentum, azt én nem vettem észre, hogy ilyen volna, adja Isten, hogy legyen. Én azt szeretném mondani, hogy megváltozott a világ. Megváltozott a világ. Ez egy elcsépelt mondat, de gondoljuk, de attól még megváltozott, és gondoljunk bele, hogy mi volt akkor, amikor a Napkeletet megalapították, és mi nem volt akkor. Például ma december 1-e van, hát ez ugye sok mindenről nevezetes, de most a rádió napját veszem elő. Ezen a napon kezdett el sugározni a rádió 1925-ben, december 1-én.
televízió az ugye 1957. május 1-én kezdett el sugározni Magyarországon. Tehát nem volt tévé és nem volt rádió. És hát akkor még mondhatjuk persze a világhálót és egyebeket, ami szintén nem volt. Én azt gondolom, hogy ezek a szellemi küzdelmek, a gondolatoknak közvetítése is egyszerűen más csatornákra is átterülődött, és most hazabeszélek, mert mégiscsak az M5-ön a Kommentárklub című műsornak a házigazdája vagyok, az Ez itt a kérdés egyik házigazdája, és az M5 históriái. És azt gondolom, hogy Katival ebben lehet, hogy vitatkozni fogunk egy kicsit, de hogy a magyar sajtóban döntő változások történtek az elmúlt időben, a rádióban és a televízióban is. Én ma olyan emberekkel dolgozom együtt a televízióban, fiatal emberekkel, 20-30 évesekkel, akik akkor születtek, amikor mi az első frusztrációinkat szenvedtük el a televízióban. Hogy hogyan? Hát úgy, hogy amikor elkezdtük a Hetet 1998-ban csinálni, akkor ki voltunk közösítve. Tehát aki oda dolgozott, az nem dolgozhatott máshova. Bojkott volt. És ugye ennek volt tétje, mert alacsonyak voltak a fizetések, sok pénzt lehetett keresni, hogyha valaki sok műsorban szerepel. Ha nem szerepelt sok műsorban, akkor keveset keresett. Tehát volt egzisztenciális tétje. És akkor mégiscsak egy csapattal elkezdtük csinálni. Döntően változott meg ehhez képest a helyzet, és nem tudom elfelejteni azt a Ralph Dahrendorfnak tulajdonított, de valójában Simon Jánostól származó mondást, mint kiderült, ő mondta Dahrendorf tanár úrnak egyszer egy szociológiai vagy politológus gyűlésen, és aztán a nevesebb kolléga az megemlítette, hogy hát milyen jó kifejezés volt ez, és hát akkor utána már miatta emlegették. Szóval azt, hogy a politikai rendszerváltoztatás az 6 hónap, mert meg kell változtatni a törvényeket, meg rendbe kell alkotmányozás és egyebek, de azt meg lehet csinálni viszonylag gyorsan. A gazdasági rendszerváltozás az 6 év, mert ott privatizálni kell, vagy éppen fordítva államosítani, és így tovább, 6 év, és a szellemi rendszerváltoztatás az 60 esztendő. Hát ugye most ennek a felénél vagyunk. Szerintem már aki. A Rommel takarításnál vagyunk még mindig, és elkezdtünk építkezni egy kicsit. És azért itt a Kommentár folyóiratot szeretném megemlíteni. A Kommentár klubban én éppen most jövök a most vasárnapi adás felvételéről. Éppen arról beszélgettünk, hogy a liberalizmusban, magában az eszmében hogy gyökerezik a mai kornak az összes válságtünete. Nagyon magas szintű beszélgetés volt, nagyon jól képzett emberekkel. Szóval csak azt szeretném mondani ezzel, hogy nem biztos, hogy folyóirat. Egy szellemi mozgalom. Folyóirat. Persze, hát folyóiratot csak azért mondtunk, mert rádió, volt egy ilyen csoda. Igen, folyóirat, meg tévé, meg rádió, meg blog, meg szóval minden más. És az sem biztos, hogy egy ember, hanem ez egy mozgalom. És én érzem ezt a mozgalmat ezekben a fiatal emberekben, meg az idősebbekben, akik megtűrnek magunk között, hál' Istennek, hogy itt valami változik. És hogy milyen változások vannak. Simon Jánosék felmérik 2 évente a magyar társadalom érték viszonyait. 1989-ben mérték fel először. Amikor felmérték 89-ben, akkor csak egyet mondok, de még biztos előjön majd más érték is. Akkor Kádár János egy népszerű történelmi személyiség volt. 89-ben, 91-ben, 93-ban, 2 évenben mérték fel. Az a hírem, Horthy Miklós pedig hátra volt sorolva. Az a hírem, hogy ez megfordult. Annyira tehát nem vagyunk megdöbbenve. 31 néhány esztendő, és történnek a lassú, de folyamatos szellemi változások. Ez teljesen így van, meg az is, hogy hát az nem egy titok, hogy változtak a külsődleges formák, hiszen rádiót és televíziót ma többen hallgatnak és néznek, mint hogy folyóiratot kezükbe vegyenek. Én ezt nem tudom magam eldönteni, hogy ez jó-e vagy nem, én nem így működök, mert hogy én nagyon szeretek olvasni. De az is biztos, hogyha például most direkt arra válaszolnék, amit Szilárd
mondott, hogy igen, biztos, hogy vannak olyan műsorok, amik nagyon fontosak, fontosak az embereknek, de ahogy én nézem és érzékelem, az igazi változást azt tudja elhozni egy társadalom életében, ha az emberekre is hallgatnak. Ma nem hallgatnak az emberekre. Ti se hallgattok olyan értelemben, már bocsánat, nem azt akarom mondani, hogy aki vendégnek bemegy a Szilárdékhoz, az nem ember, hanem olyan szempontból igen, hogy szakértő, szakértő hátán. Azt gondolom, hogy sokkal inkább kellene arra figyelni, hogy miről, hogyan gondolkodnak az emberek. És ez sem a rádióban, sem a televízióban igazán nem jelenik meg. Most csak szándékosan karikírozok, mert se nem szeretnék senkit se megbántani, de amikor a 142. olajszakértőt hallom arról ugyanazt, amikor marhára elmondja, hogy az olajban mit kell szakérteni, és mit nem, és hová folyik, és honnan megy, és honnan jön, nem ez érdekli az embereket. Az érdekli, hogy miért olyan fontos az energia, miért vesznek ezen össze a nagyhatalmak, és még számos buta kérdést tudok feltenni, de azt gondolom, hogy változásokat az hozhat, hogyha megpróbálunk párbeszédet is csinálni. Legalábbis én így gondolom. No, hadd mondjam azt, hogy én meg itt sokan dolgozunk néhány újságnak, folyóiratnak, magam például a Délvidéki Arac című folyóiratnak, amely természetesen az ottani, a délvidéken élő, talán az elszakadt területek közül a legnehezebb sorsot a nyakába kapó színtársulat él ott, és ez a lap ugye az ő kultúrájukat is és gondolataikat is próbálja az Arac című lap bemutatni. A szerkesztője egy nagyszerű ember, Bata Jánosnak hívják, és a Gubás házaspár, ki ne hagyjam őket, ugyanolyan céllal hozták létre ezt a lapot, mint Hajdan a Napkeletet, csak az ő kis pici kis közösségük szempontjából. De ugyanazt akarták, hogy mutatkozzanak meg, hogy az ő történelmüket tárgyalják meg, hiszen ugye talán az elszakított területek közül a legnehezebb sors. Nagyon jól tudjuk, hogy vélhetően a délvidéken született lakó, és már ugye több háborút átélt emberek sorsával foglalkoznak. Hogy ez sikerülhet-e ma egy folyóiratnak? Hát arra én nem tudok válaszolni egyáltalán, és ilyenkor hallgatja csodálattal az ember a Napkeletnek a történetét, amelyről azért elég sokan ugye megállapították, hogy sikerült némi reményt adni az olvasóknak és a magyarságnak. Mit gondolsz erről, Károly? Én Szilárdnak minden szavával egyet értettem, és nagyon bántam, hogy nem én mondtam el, amit ő elmondott. Ugyanazt gondoltam ismét, én is. Ismét, gondolom, és a tudás anyja mondja. Én magam is, hát a irodalmi sajtóban dolgozom már 50 valamennyi év óta. Nem büszkélkedem ezzel, hanem ez sajnos szomorú megállapítás. És láttam sorra rendre felíveléseket és lepusztulásokat. Döbbenetes, és mindig vagy a történelemmel összefüggésbe történtek a dolgok. Mondok egy példát. Én a Hitelnek ott voltam az alapításán, amit a Laci emlegetett, 88 novemberében. Ez valóban egy heroikus pillanat volt. Nem, tudás, míg állt a pártállam tokkal vonóval. Kézbe venni is az volt. Tessék? Kézbe venni is az volt. Igen. Emlékszem, csak anekdota, hogy az első számnak a korrektúrájába Csurka István, aki beosztottam volt, tegyem hozzá, már nagy boldogan mondom, de Fűr Lajos is, elnézést, ilyen hatalmam volt. No, ott a korrektúra beleírta azt a, mondta, állt a pártállam, mint a csöveg. Ez beleírta egyik szövegébe, hogy a mi dicsőség 56-os forradalmunk. Utólag beleírta. Azt mondtam, hogy meg fogja jelenni, de mindenki megy a börtönben. Elmentem nyomdába Cseperre, a világ végére. Kértem 10 példát a Krúdából. Mivel sem volt kötve, nem volt izével átfűzve. 10 példát elvittem haza, és eldugtam ilyen ismerősöknél, ilyen listek alá, meg mint a őskorban. És vártam, hogy most jönnek a rendőrök, az ávósok. Túr, bocsánat, semmi, nem történt semmi. Meg nem hozzantam történet. Szóval nem volt a hatása, de aztán megint az újság, és prosperált is 40-50 példán körben jelentkeznek. Egy darabig. A politikai felhajtó ott volt mögötte, ami valóban a lapot az olvasók, a közönség, a nemzeti politika szerkesztette. Ahogy ez kellett irodalmi újságá válni, egyre inkább ment le a
A példa. Nagyon jó példa a kommentár. Nekem is küldik ezek a derék fiatal emberek ezt az újságot. Bámulom, hogy milyen kultúrtársaság jött létre, percek alatt. És nagyon komoly emberek, tehát fiatalok és műveltek, és hát irigykedve olvasom a dolgozat. És próbálom megérteni a dolgozataikat vérfejemmel. No, ugyanakkor viszont láttam, hogy hogyan pusztult el mondjuk a nagyítás annak idején, a nagyon nagy dohány volt benne. Satöbbi. Hogy manapság tudom mondani, hogy amit 500 millióra rapítottak, és most 200 példámban kell el, hogyha el kell, ugyanilyen kulturális újság, és ezekkel nagyon csinyán kell bánni a Napkelet. Nem tudom azt, hogy a Napkeletnek hány példánya volt, mennyi olvasója volt. Sejtem, hogy a nyugodtalban, a viszályban nem állt éppen egészen rosszul. A szó, hogy az új idők sokkal nagyobb példányszáma jelent meg, annak hatását sem ismerjük. Szóval ma valóban a számunkra egy óriási csemege a Napkelet olvasása, minden benne van. Olyan jó modorban, hát úri emberek, szóval finomak, okosak. De hogy ennek milyen hatása volt a korára nézve, a köztudatra, amikor mindenki a moziba rohangált, és szóval azt nem nagyon tudom megmondani. Hát azt hiszem én is, hogy nem lehet megmondani, kétséget kizáróan. Ez egy hálózat kell, egy közeg kell, ahol kommunikáció van. Én úgy látom, hogy a hálózat, hála pártunknak és kormányunknak, azért sok helyen felépült, akár színházi hálózatra is gondolhatnék, de újsághálózatra is, hiszen ott van Honvilág Erdélyben, az Aracs, amit már említettem, aztán mindegyik elszakított területnek megvan a maga lapja, de hogy átjön-e az üzenet, vagy sikerül-e ugye ezt az egész magyar bánatot olyan értelemben egységesíteni, hogy adott esetben a délvidéki életből is átjöjjön ide úgy valami, hogy mikor elolvassuk, akkor azt mondjuk, hogy igen, hát nagyszerű, hogy ott ilyen van, vagy ebben kéne segíteni, vagy abban. Tehát érezzük-e, hogy azok is magyarok, tehát sikerül-e az újságíráson át egyfajta nemzetegyesítés, ilyeneket is mondhatnék kicsit nagyképűen, hogy vajon nem tudom, hogy erre lehet-e válaszolni. Ne nézz így rám, hanem válaszolj. Másféle irányba, pont a példányszámok kapcsolatban és az a kapcsolatban, ami az összefogás lehetőségét illeti. Hát a példányszám annyit, hogy azt gondolod, azt tudja Kacs is, a nyugat 7-800 példányban jelent meg körülbelül. Ez nagyjából megfelel a mai lapok példányszámának, egy kicsit talán magasabb, de a mai lapok is 6-7-800 példány körül jelennek meg, ha jól tudom. Aztán egy-két évvel ezelőtt még így volt. Így van, igen. Na most a Napkelet annak idején, ha jól tudom, majd jobb egy év a kijavít, ha jobból tudom, 20-30 ezer példányban jelent meg a Napkelet, és el is fogyott. Ami azért megdöbbentő, nem csak a nyugattal összevetve, hanem ez már a hatást tudja mutatni, tehát azt, amit kell. Ehhez kapcsolódik ez az előbb említett, az összefogásra vonatkozik, ez az előbb említett neonacionalizmus vita, aminek éppen aktuális folytatásában az előttevő lapszámban az előbb bele lapoztam, és eszembe jutott, hogy korábbi Napkelet megbeszélésen itt a polgári mulatóban volt szó már a neonacionalizmus vitáról, és volt szó arról a Május Eleméről, akit a Vörös Emigráció című könyve révén ismernek szinte egyedül, de Május Elemérnek volt egy nem akármilyen hozzászólása ehhez a neonacionalizmus vitához, amire én most rátaláltam, mert pont ebben a lapszámban van benne egyébként. És az a címe ennek az írásának, hogy értelmiségünk és a neonacionalizmus. Ami elképesztő módon válaszol, nagyon érdekes, pont ezekre a kérdésekre, vagy rábbis beilleszthető, amiket itt most az előbb elkezdtünk feszegetni. A következőt mondja, Klebersbergből indul ki, nagyon érdekes, mert mi is onnan indultunk. Azt mondja, Magyarország a mai kultuszminiszterének működése történelmi szükségszerűség. Hát a történelmi szükségszerűséget még nem olyan összefüggésben használtam, mint a kommunisták. Ez nem. 1928-ban írta Május Elemér, Magyarország mai kultuszminiszterének, azaz Klebersberg Kunónak működése történelmi szükségszerűség. Ez egy eszmefuttatás kiinduló pontja, mindjárt megmondom, hogy minek, de mondom, kicsit más értelemben van a történelmi szükségszerűség, mint ahogy ezt mi tanultuk ilyen marxista-leninista alapokon, ugye, mert akkor ők használták előszeretettel ezt a szó összetételt. Hozzáteszi, az ő államférfiúi meglátásait, mármint Klebersbergéit, azonban más irányú működéssel is ki kell egészíteni. Mert nem elegendő, ha az értelmiség csak kulturális téren élvezi az államhatalom gyakorlóinak támogatását.
Tehát utána azt fejtegeti, most ezt nem idézem el hosszasan, hogy az értelmiségnek, hát az értelmiség hivatása, Németh László, abban az irányba megyünk, tehát hogy az értelmiségnek mi mindent kellene tennie egy ilyen kultuszminiszteri, majdnem azt mondom, hogy löket után, vagy ilyennel a hátában. És elképesztő dolgokra jut, ezt nem akarom hosszasan, mert utána erről szól a kifejtése, de utána a neonacionalizmust, ide ez a végső, mert ugye neonacionalizmusról szól a vita, a neonacionalizmus tartja annak a eszmei, mondjuk így, hogy mentőövnek, aminek a hangoztatása, a képviselete, az állandó, majdnem azt mondom, hogy bennünk levő alkalmazása folytán, ez a fajta értelmiségi hivatás teljesülhet ilyen történelmi szükségszerűségként fölépő kultuszminiszteri támogatói koncepcionális háttérrel. Tehát magyarán olyan eszmei alapokat fogalmaz meg Május elemére, ezt én ezt látom a legfontosabbnak, ami egyébként műhelytől független napon tök mindegy, hogy most tévé, vagy rádió, vagy folyóirat, mozgalom, műhely, tehát ez már a formától függetlenül, ez lehet az az alap, amire ezt az egész, majdnem így mondom, ha neonacionalizmus felül közelítek onnan, ha a műhely felül közelítek másféle oldalról, az egészet alapozni kell, és Május elemére szerintem kitűnően megfogalmazta. Hát jó, akkor most azt is mondhatnám, hogy sírjunk azért, sírunk is egy kicsit, csak nem biztos, hogy mindig akkor, amikor látják, hogy kellene egy új Klebelsberg uró. Ezt akkor megoldódna minden. Hát én is úgy gondolom, hogy is, tehát nem feltétlenül hiszek abban, hogy csak egy kultuszminiszter tudna javítani a helyzeten. Sajnos azt hozzá kell tenni, és itt nem politikai vitát kezdeményeztünk most, az egész világ szétesőben van. És éppen ez az, hogy az élet minden területén egy normális ember, vagy egy érdeklődő ember érzékeli ezt a fajta szétesést. Most ha valaki meg tudná gátolni, talán pont olyan nézetekkel és pont olyan hivatástudattal, mint amit annak idején Klebelsberg Kunó megtett ezzel az országgal, akkor talán a szétesést sikerülne elkerülni. Persze ez csak egy idealista, buta gondolat volt, nem nagyon gondolnám, hogy ez fog sikerülni, de ha már azért gyűltünk ide össze, hogy ugye a napkeletről is, és arról annak a hatásáról is elmondjuk a véleményünket, akkor kíváncsi vagyok arra, hogy mi lenne a teendő, hogy hasonló kisugárzással, hogy kissé képzavarral éljek, jelenjenek meg írások, folyóiratok, és olyan vezető lapok, amik mindenki számára, hogy úgy mondjam, zsinór mértéket jelentenek. Tessék hozzászólni, ha van mit. Ugye azt mondod, hogy szétesik a világ körülöttünk. Hát igen, az a világ, amit mi ismertünk, éppen szétesik. De ugye a napkelet, amikor létrejött, akkor éppen a trianoni trauma friss volt. A trianoni trauma most nem friss, de trauma. Itt van velünk. Mindennapi trianonjaink vannak. Nekünk az a világrend, amelyik az Egyesült Államok európai fellépésével megkezdődött, 101 néhány évvel ezelőtt a Wilsoni csalival, és az azt követő békével, és egyebekkel, amit mások békének neveznek, mi soha nem neveztük annak, az nekünk hát csekély mennyiségű jót hozott, hogy finoman fogalmazzak. Tehát abban, hogy most a világ éppen szétesik körülöttünk, látok bajt, problémát, meg látok lehetőséget. És szerintem, ha csak bajt látunk benne, meg problémát, akkor elveszünk. És mi a lehetőség? Ha lehetőséget látunk, hát hogy átrendeződik ez a világrend. És a 100 év magány, meg a 100 év alávetettség után, hát azért itt sok mindent emlegettünk már. Délvidék, 44-45, azért mégiscsak 30-40, vagy nem tudjuk hány ezer magyarnak a lemészárlása. Felvidék, hát emlegethetnénk ott is a ligetfalui tábort és egyebeket. Havasi János kollégám most nemrég 161 néhány a partizánok által lemészárolt magyar katonáról, akik megadták magukat nekik, és úgy mészárolták le őket, készített filmet, Erdély, és itt, de hát nem sorolom.
tudjuk mindannyian. Ez a mai napig folytatódik, most éppen Kárpátalja van a fókuszban, de a többi helyen pontosan ugyanez van. Tehát, hogy a magyar politikának és a kulturális életnek is szerintem most az a dolga, hogy ebben az új helyzetben, ebben megtalálja a helyét, megtalálja a lehet, és kihasználja a lehetőségeket. Ehhez kulturálisan az kell, amit a Napkelet csinált. Ez nem is kérdéses. Tehát pontosan azt kell csinálni egyébként, döbbenetesen olvasni ezeket a régi számokat. Tehát 2023-ban a legtöbb mondat tökéletesen ül. Mert hogy a bajaink ugyan azok. Hát ezért van a fájdalom egyébként, hogy nem sok minden változott, de hadd mondjam azt, hogy nyilván itt ülők közül is sokan ismerik Jobbágy Évát, aki ugye egymaga hozta vissza a irodalmi és a politikai köztudatba az elmúlt években Tormai Cecil emlékét és műveit, és ő tette fel többször is azt a kérdést annak idején is, mikor megalapította mindenféle társaságát, hogy célkitűzés volt-e a Napkeletben, a Napkeletnek a trianoni határok átívelése. Jó a kérdés, de nekünk ismerős, mert ugye Orbán Viktornak a politikájában is szerepelt az, ami meg is valósult, hogy valami csodálatos dolgokat építünk fel a határunkon kívülre került honfitársaink életét, hogy úgy mondjam, megszépítendő, megkönnyítendő Felvidéken, Erdélyben, Délvidéken is, de még ugye Ausztriában is, akik kicsit gazdagabbak, mint mi, és természetesen a horvát részen is egészen elképesztő, hogy úgy mondjam, háttértámogatással és mindenfélével csodálatos dolgok születtek. Mégse érzi az ember azt, valószínű lehetetlen is, hogy el lehet feledni Trianont, és egy picike kis gyógyírt lehet találni. Picit lehet, de hogy nagyot nem, ezt addig még nem mutatta meg az élet. Nem tudom, hogy fiatalok hogy gondolkodnak erről. Szerintem az európai kultúrának az egyik fő szimbóluma ő ez a gótikus katedrális, és mindig az találom a legcsodálatra méltóbbnak, nem is a kialakítását, vagy az egésznek az összhatását, vagy a technikai megoldásait, amit ma se tudnak reprodukálni, hanem azt a tényt, hogy ők közeli apokalipszist vártak. Tehát úgy építették föl több nemzedéken keresztül ezeket a templomokat, hogy egyik generáción sem tudhatta biztosan, hogy be fog-e fejeződni a templom építése. Szerintem a kultúrával is így vagyunk, tehát egy lapot alapítani, egy olvasókört létrehozni, azt, hogy ha már a világ szétesik, akkor is érdemes. Tehát, hogy pusztán azért, mert holnap után szétesik menedék. A világ. Igen, azért még mi ma, meg holnap, hogyha holnap után esik szét a világ, akkor még ez a két nap pont alkalmas arra, hogy lerakjunk bizonyos alapköveket, hogy jó könyveket olvassunk, vagy jó folyóiratokat olvassunk. És Sorrelnek van egy mondata az egyik levelében, ami szerint az újságok zsurnalizmust terjesztenek, a folyóiratok pedig kultúrát, és ezeket a szerepeket nem szabad összetéveszteni. Szerintem, hogyha ugye mekkora perspektívát nézzünk, hogyha két napunk van a teljes szétesésig, voltak ilyen pillanatok a történelmünkben, akkor kell, hogy legyen olyan folyóirat, amit abban a két napban jó érzéssel vehetünk ki. Tehát szerintem a kulturális, az a legrosszabb reflex a szétesésre, és szerintem senki nem gondolkodik így ebben a teremben, hogy tekintettel a globális nagy válságokra, tekintettel arra, hogy mindenhol bizonytalanságot tapasztalunk, az élet praktikus oldalát kell előtérbe helyezni, és a kultúra nem olyan fontos. Tehát, hogy pont akkor van szükségünk kulturális immunrendszerre, olyan elméleti eszközökre, olyan kulturális közegre, igen, ami képessé tesz minket arra, hogy megküzdjünk ezekkel a kibírjuk és megküzdjük. Igen. Ilyen sorrendben. Szerintem ez volt, így is meg lehet fogalmazni a Napkelet célját, hogy a magyarság kultúrális immunrendszerét erősítse. Egyébként, ami a magyar nép történelmét illeti, ugye számos eseménnyel kapcsolatban óriási, és ez is lehet
ugye egy bármilyen újonnan alapított lapnak, folyóiratnak, etc. a dolga, hogy óriási hamisításokkal találkozunk hosszú-hosszú évek óta. Nagyon nehéz ebbe egyébként bele nyugodni. Most a hasamra ütve sorolhatnék egy csomó mindent a honfoglalástól kezdve Petőfi sírjáig, amin veszekedünk, nem hiszünk tudósoknak, csúfoljuk őket, eltitkoljuk az eredményeket, és egyáltalán, hát és akkor még nem is beszéltem a uniós világunk mértéktelen hazudozásairól. Tehát hogyan lehetne ezeken felül kerekedni, vagy túljutni? Ez itten a kérdés. És persze most hozzátennék. Hát leszek ilyen gonosz, igen. Kultúra, visszatérnék egy csöppet, hogy ennek milyen szerepek lehetnek egy jövendő hát vízforgatókönyvnek a lebonyolításában. Valóban apokaliptikus helyzetben vagyunk. Én megdöbbenek azon, hogy van egy magyar költői sor, ami erre mai állapotra annyira klappol, szépen fogalmazva, mind a keleti háború, mint pedig a déli háborúra illik. Ez Vörös Marti írt a Vén cigányban, hogy Isten sírja reszket a Szent Honban. Ugye ez a jeruzsálemi nagy veszekedésből, hát ahol a franciák, oroszok csaptak össze a 1950-es években, onnan robbant be a krími háború. Ennél világosabb, mint íve, mondjuk a mai helyzetnek, költőleg nem ilyen képzelhetően. És ebben a helyzetben mi a kilátásunk? Ugyanakkor odavéve persze az elképesztő nyomást, amit a más civilizációk tesznek felénk, Európa felé. Ezzel mit lehet kezdeni? Hát valóban az Európának ez a nyugati fele, ez valóban a saját végítéletén munkálkodik, szisztematikusan. Elég nagy szorgalommal. Nyilván megvannak a repülőgépek, mert elmennek olyan békés helyekre, ahol nem találkoznak a behívott migránsaikkal, olyan tömegesen. De mi a lehetőség? Nyilvánvalóan mi magunk apró munkáját kell következni. Olyasmi is, hogy aminek része ez a ilyen beszélgetésnek is, meg része az is, hogy felfedezzük a Napkeret című folyóiratot. Ilyen megdöbbentő az, hogy az a politikai kurzus, ami eltüntette a Horthy korszakot a mi tudatunkból a 45 után, kitörölte vele együtt, mondjuk Bánfi Miklós például, meg egy rakás olyan nevet, olyan írót, figurát, eseményt, ami nélkül a mi gondolkodásunk sokkal sivárabb volna, unalmasabb volna, vacakabb volna. Hát meg annyit még hadd tegyek hozzá, ha már Bánfit említetted. Csak mondta ennyi. Hála Istennek, mert szerintem egy csodálatos ember volt. Tehát, hogy tulajdonképpen gyógyírnak kell az irodalom, az írás, a lapok, és az már egy feladat, amit ha betölt, akkor már nem éltünk hiába. Csak... És ebben azért én, bocs, hogy szabadba vágjad, visszatérnek az Aracsra, amit mondtál, ja. Ilyen nagyon örömmel hallottam, mert az a délvidéki állapot, ugye a háború után, amikor 40 ezer ember körül elképzelhető, annyit tüntettek el. Bocsánat, csak most valamelyik nap beszélgettem Botlik tanár úrral, most írta meg a könyvét. Kicsoda? Botlik tanár úr, Botlik József történész, most írta meg a könyvét, eltitkolt népírtás a délvidéken címmel. Ő most ott tart egy nagyon alapos kutatómunka után, hogy azt írja, hogy egybevéve a drávaszögi, muravidéki áldozatokat is 60 ezer körül van a végleges szám. Pontosan ezért mondanám én, hogy tényleg nagyon-nagyon sok hazugság vesz körül bennünket. Ugye lassan már 100 év, meg ilyen történelmi léptékkel megyünk vissza, és még az ottan történtek sincsenek teljesen tisztázva, nemhogy a 50-60-70 évvel ezelőtt történtek, meg a 30 évvel ezelőtt történtek. Most akkor itten kimondom, hogy itt nem volt rendszerváltás. Tehát az agyakban, a tényekben, a könyvkiadásokat illetően, a megírt, hogy is mondjam, a nem megírt dolgokat illetően hatalmas adósságaink vannak. Jelen pillanatban is. És az a kérdés, hogy ezekkel a mostani kulturális kormányzat valóban jól működik-e? És ebben az megjegyzem, hogy arra is lehet kapni most pénzt arra, hogy megjelenhessen, ami sem tud jelenni. Hihetetlen nehézségekkel jelent. De, hogy a Nemzeti Kulturális Alapnak a legújabb döntés alapján az erdélyi irodalomnak a 90%-a nem kap egy puntot vasat sem, azért például a Helikonnal, az Élen, meg a Látóval,
azért bocsásson meg a világ, ez hogyan nyavajában van? Hát ez szükség, vagy itt volna ez? A tetteknek az ideje, de csak duma van. És ebben azt látja, hogy a kultúrára soha annyi pénzt nem fordítottam, mint mostanában. Igen. Ezek a pénzek oly mértékben szét vannak osztva. És uram, bocs, azt kell mondanom, olyan lobbiknak a kezébe keveredtek, amiknek a kezelése, számon tartása, felvizsgálata, hát nagyon-nagyon szubjektív szempontok alapján működik. Most ez tényleg, megyünk olyanban, hogy egy nyilván nem egy egyszerű szavazó beszél itt az én helyemben, de ennek a intézése, ahogy ironizáltunk, hogy melyik miniszter mondta azt, akiről a Laci mondta, nem a mai miniszter mondta, valóban ilyenfajta irányítással az ember nem hiszi, hogy azt a fajta nemzet pedagógiát lehetne működtetni mindenféle körökben, ami ideális volna, ha így működnek a dolgok. Így nem működhetnek a dolgok. Valóban óriási pénzek kerülnek be nagyon fontos intézményekbe, nagyon fontos színházi alkalmakra, múzeumokba. Gyönyörű kastélyfelújítások vannak, csodálatosak. De ugyanakkor a szellemnek a mozgatására az intézményrendszerek vagy nem annyira alkalmasak, vagy alkalmatlanná váltak sok tekintetben, sok hozzá nem értő embernek. Hát a megfelelő embert a megfelelő helyre, az Magyarországon igen. Nem annyira működik. Eléggé sok évtizedes tapasztalatunk van most, már erről. Ez van. Ma olvasom, hogy ez a mostani miniszter ironizál azon, hogy azt várják el tőlem, hogy egy acélgyűrűt legyek, aki a Szent István parkból lakik, és akkor fölhet hintzebb. Acél nekünk is mondta, amikor piszkálgattak ennyi kifejezés a mozgóvilág miatt, hogy ott bennük a telefonkönyvben, hívjanak fel a fiúk, miért nem jönnek fel? Persze nem hívtuk, hogy mit hívtuk volna föl, minek? De fölhívattuk volna. Ezért nem lehet ironizálni. Itt valami olyan koncepció kérne a kultúrának az irányítására, ami hát sajnos a mi nagy bőségünkben valahogy nem teremtődik meg. És működnek jó formációk, a kommentártól kezdve, uram, bocsánat, még számos más újságig, meg fórumig, de az egésznek a szervezettség, a hiányolma a súgunkot, meg a tárlatot. De akkor a kérdés azért mégis feltehető, hogy akkor hogy a bánatba lehetne ezen segíteni, hogy ez szervezettebb legyen, hogy ez sokkal több konkrétumot tartalmazom, pontosabban fogalmazva a kultúrának a legfőbb célkitűzéseit is magába tartsa. Tényleg nagyon-nagyon szép dolgok azok, hogy csodálatosabbnál csodálatosabb kastélyok felújítása történt meg Magyarországon, de hát minden csodálatos, de mégiscsak kellene, hogy szellemi vívőereje legyen annak a helynek, és egyáltalán, hogy a kultúra egységessége, ami nem valósult meg, és 30 év óta, amióta rendszerváltásnak nevezzük ezt az időszakot, azt gondolom, hogy se a kultúra, se a jog területén nem történt meg az a fajta szellemi egyeztetés, ami egy ország működéséhez rendkívüli módon fontos lenne, mind a kultúra, mind pedig a jogalkalmazásokat illetően. Lehet, hogy furcsa, hogy pont én mondom, hogy egy picit türelemre intek, de arra hivatkozom, amit a Szilárd mondott a 60 évvel kapcsolatban, hogy 60 év. Na most ez a rendszerváltozás, pont te mondtad, Kati, ez 30 év, ez nem volt 30 év. Ez csak 11 néhány év, legjobb esetben is. És tehát a 60 évből, a kívánatos 60 évből eltelt jó indulattal másfél évtized, még annyi se. Akkor majdnem azt mondom, akkor mit akarunk? Szóval tulajdonképpen borzalmasan az elején vagyunk a folyamatoknak, szerintem jobban, mint gondolnánk, és azok a dolgok, amik történtek, ami borzalmasan elégtelen. A sírhelyünket már megvettük, úgyhogy... Hát jó, meg hát én, hogy mondjam, én mondjuk azt, hogy egy bizonyos koron túl, már persze, mert nekünk már mindegy, nagyon, de itt vannak a fiatalok például. És azért ilyen szempontból én... Pont egy éltesebb korú ember, hogy finoman fejezem ki magam, int türelemre azzal kapcsolatban, hogy itt az idő tényezőt azért lehet, hogy egy kicsit másképp kell látni. Itt igazából minden komoly, érdemleges dolog, most arra gondolunk, hogy milyenek voltak a 90-es évek. Arra gondolunk, hogy milyen volt az ezredfordulót követő 10 év. Most nem csak Gyurcsányra gondolok, hanem ugyan blokk. Ugyanolyan volt, mint az előző 10. Pontosan. Tehát tulajdonképpen csak 2010 óta lehet bármi olyan dologgal számolni, az összes ellentmondással, ostobasággal együtt, amire azt mondjuk, hogy na úgy azért valamennyire mégiscsak. Tehát 11 néhány év van, 31 néhány helyett, tehát a fele.
Na most ebből következően lehet, hogy kettővel osztani vagy szorozni, attól függ, honnan nézzük, kell azt az ítéletalkotási rendszert is, ami most egy kicsit türelmetlennek tűnik, lehet, hogy nekünk már késő karcsikám a mikorunkban, de azzal együtt, nekem is, de lehet, hogy ezt egy kicsit más fénytörésbe is kell nézni. Hát ez nem is kétség, hogy persze, egyrészt kell mindenhez türelem, másrészt a fénytörések elég gyakran változnak, attól függ, hogy honnan jön a fény, de minden esetre nem tartunk ott az én nézetem szerint, ahol tarthatnánk pontosan a kultúra és a jog tekintetében, mert mind a kettő a életünket szépítheti meg, hogyha jól csinálják. Ha nem jól csináljuk, vagy nem jól csinálják, akkor bizony sokkal több lesz a elégedetlenség. És mindig úgy éreztem, hogy nincs... Sokkal könnyebben akkor azt mondom, hiányzik az a fajta párbeszéd, ami azt gondolta az ember, hogy az úgynevezett rendszerváltás után sokkal inkább napirenden lesz, mint amennyire ma napirenden van. Lehet, hogy tévedek, de így messziről én nagyjában egészében ezt így látom, nem tudom, hogy ti hogy látjátok, de talán ebbe beletartozik az is, az a követelmény, ami miatt most itt leültünk, hogy nagyon nagy feladata van az irodalomnak, a különböző szándékkal megjelenő lapoknak, folyóiratoknak is abban, hogy segítséget adjon ezeknek az átmeneteknek a sokkal jobb elviselésében, vagy pedig tippeket arra, amit meg is hallgatnak, hogy kellene csinálni. És akkor visszajutottunk akár mondjadáron. Most a rendszerváltásról beszélgetünk, és említettem korábban, hogy Kornis Gyulának volt egy cikke, ami a középosztállyal foglalkozott. Azt nagyon is érdemes újraolvasni. Nekem azért is volt egy különleges olvasmány, mert idején halt meg Tellér Gyula, akinek ugyanez volt a központi kérdés. És rendkívül aktuálisnak éreztem ezt a cikket. Talán ez volt társadalmi szempontból a legaktuálisabban ható írása, amit a Napkeletben most újraolvastam, és itt arról van szó, arról beszél a szerző, hogy van két osztály, ami ugye a marxi elmélet szerint a 19. századból megyünk át a 20-ba, az kellene, hogy történjen, hogy egyre kevesebb a tőkés, egyre nagyobb a tőkéjük, és egyre több a proletár, akinek viszont egyre kevesebb, tehát elkerülhetetlen az összeütközés. És nem ez történt, és a magyar történelem is mutatja, hogy nem egészen így fejlődtek a dolgok, hanem szépen lassan elkezdett erősödni egy középosztály, az az osztály, ami sehogyan nem illik bele a marxi elméletbe. Tehát ők a láthatatlanok ebben a modellben. Ez viszont egy olyan osztály, ami se az ipar, se a... Hát a se tulajdonosi oldalról, se tőkés oldalról, se proletár oldalról nem szervez meg. Tehát nem az ipar struktúrái szervezik meg, hanem a nemzeti szolidaritás közösség, és hogyha körülnézünk Európában, akkor mindenhol azt látjuk, hogy a legnemzetibb társadalmi csoport az ez a középosztály, aminek pont a körvonalai nagyon nehezen határozhatóak meg, mert rengeteg szempont szerint lehet ezt meghatározni. Változik. És változik is. Tehát, hogy ez... Így van, és összeszűkül, kitágul, és azt látjuk, hogy ahogy az elmélet ugye a gyakorlatot meghatározza a marxistáknál, úgy Magyarországon is az elmélethez igazították a valóságot. Tehát hogyha a középosztály nem illik bele ebbe az elméletbe, akkor megvalósították azt, hogy létrejött az ő saját nomenklatúra burzsóáziájuk, ahogy szoktak fogalmazni, és kialakult a dolgozók, hát a többiek, akik viszont nem részesültek a párt hatalmából. Hát itt az a döbbenetes, hogy amikor azt sürgeti Kornis, hogy erősíteni kell a középosztálynak a kulturális szellemét, hogy erősíteni kell magát a középosztályt is társadalmi szempontból, akkor magunkra ismerünk, hiszen a Tellér Gyula, tehát egy másik Gyula, és ez is összeköti a kettőt, ugyanezt a programot írja le a 90-es években,
és pontosan ugyanannyira érezzük aktuálisnak. Tehát szerintem tegyük hozzá a politikai rendszerváltáshoz, a kulturálishoz, és ezekhez a szempontokhoz tegyük hozzá a társadalmit is, mert társadalmi rendszerváltás szerintem az is ilyen 60 év körülbelül, amíg, és ez a sikerkritérium a rendszerváltásnak szerintem, létrejön-e egy életerős középosztály. Na, de akkor pontosan folytatva ugye a gondolatmenetet, ebben rendkívül sokat tud az segíteni, hogyha kiváló gondolkodó emberek kiváló gondolatait, néha visszamenve akár 90 évig is, és onnét válogatva, mert ugye valamennyien tudunk olyan csodálatos gondolkodóktól idézni mindenféle mondatokat, amik egész egyszerűen máig érvényesek. Tehát benne tartani a légkörbe, az irodalmi és a gondolkodói légkörbe adott esetben ugye azt a korszakot is, amiből itt ma kiindultunk. Egyébként a emlegetett drága Jobbágy Éva elmondta nekem, hogy mindegyik őtöket megkérdezett arról, hogy kit emelnétek ki a Napkelet hajdani alkotóiból, nemzedékéből, és akkor most én jó kitolok veletek, mert egy pár mondatos indoklást kiírek. Károly, tőled annyit, mert ugye elolvastam az Éva írását, hogy te Horváth Jánost, Reményik Sándort és Áprili Lajost emelted ki. A magad szempontjából indokold meg, hogy miért. Tehát neked milyen szellemi muníciót adott ez a egyébként, hogy úgy mondjam, meglehetősen egymástól más gondolkodást, meg hát mesterséget, mert az egyik költő volt, a másik meg nem volt költő, meg a harmadik megint költő volt. Igen. Név ilyen telefonos beszélgetésében vihetlenszerűen. Hát gondolom, többet is tudnál mondani, ez nem is kétséges. Szervantotok kezdve minden, Németh Lászlót, rengeteg elmény. Nekem én már vagyok a Horváth Jánosnál, hogy őt az első a listám. Nekem ő egy olyan nagy favoritom, aki tényleg a... Nem végignek mondták azt, talán éppen Klebertberg mondta, talán Sekfűnek, hogy 920 tájékán, hogy az elmúlt egy-két hónapból ilyen igazából magyarság teljesítményt, hogy ez nem ezt a szót használta, három darab volt. Egyik volt a Bújdosó könyv, Tormentesültől, másik a Te könyved, a Három nemzedék, a harmadik pedig a Horváth Jánosnak az Aranytól addig című füzetkéje. Ez az ember, aki irodalomtörténész volt, az utolsó olyan, aki az egész irodalmat átlátta a jelenkoráig, elképesztő koncepciósan, távlatosan és folyamatban látva dolgokat. Tudomásul jön az, hogy az ő folyamat rajzának a vége, hogy Arany János volt, utána is azért volt még élet. Ennek ellenére ő nagyon-nagyon szisztematikusan, pontosan arra használta föl. Úgy beszélt az irodalomról, mint a nemzeti azonosságtudatnak a legfontosabb megformálójáról, a kifejezőjéről. Számára egy műalkotás, vagy egy életmű nem csak arról szólt, hogy esztétikai, vagy milyen magas szinten élve valaki van, erről is szól persze, hanem az, hogy ez az illető, ez a folyamat, ez a magyar népiesi története, mondjuk a reformkor, vagy akár még Adi is, akiről megvolt, persze ők hölgyek voltak nagyjából, ugye Kismargitai, meg hát Adi környékről származott az is, persze, mint tudjuk. Szóval ők reformátusok is voltak, tegyem az zárójában, Arany János is persze az volt, mondom, pápistákkal szemben némi gőggel, hogy a műalkotás az tényleg az irodalmi jelenlét a nemzet életében az megfogalmaz azokat a fajta kódokat, kánonokat, amiket máshol nem fogalmazódnának meg. Ha most azért mondtam, akiről nagyon sok minden rosszat hallunk mostanában, tényleg és tudjuk, hogy a szabad... Mert rászálltak, hogy úgy mondjam, a magánéletére. Igen, de meg egyáltalán a publicisztikát, tényleg hát az ember pironkodva olvas dolgokat nála, Tisza István, szóval tényleg szegénykém, hát a pénz. Szóval... Meg nem kell mindenkinek normálisnak lenni, nem az, hogy írta elő ezt a jó Isten. Hogy a bújdosó lovas mitológiát ő találta ki, az örök darab, ott mese nincs. Szóval ilyenekben tanultam a Horváth Jánost, hogy
ezeket meg kell, észre kell venni az ilyen dolgokat az irodalomban. Hát én meg azt gondolom, hogy menedzselni kell az ilyen dolgokat. Tehát nagyon gyakran, ez egy csodálatos ország, amiben mi élünk. Itt egyébként annyi költő, író, nagyon jól író, gondolkodó és nem van, hogy közben elfelejtjük azt a folyamatosságot, amit adott esetben itt az általad említett emberektől is, főképp ugye Horváth Jánostól nem, hogy át kell venni, hanem mutogatni kell mindig, amíg csak nem tudunk okosabbakat mondani nála, vagy nálánál. Úgyhogy ez például egy bármilyen lap, amelyik igazi kulturális elgondolással születik, vagy pedig működik, akkor ezeket a gondolkodó embereket, ezeket sose volna szabad. Nem lehet annyi Jobbágy Évát megteremteni, hogy képes legyen visszahozni a közgondolkodástól kezdve a mindennapi életnek a tiltakozásba, az egyetértésbe, tehát azt, amit adott esetben ő ugye a Tormai Cecillel csinált. Tehát ezért abból indultunk ki, ugye, hogy egy Napkelet, mint olyan egy példa arra, hogy nagyon jól csináltak valamit. Most is vannak, akik nagyon jól csinálnak valamit. Talán ez a fajta folyamatosságnak a menedzselése nem sikerült eddig még teljesen. Minden esetre most akkor a Domonkos Lacinak a általa megnevezett nagyságokat említem, amennyit én tudok belőle, felírtam mindegyiket. Tehát te azt mondtad, hogy Szerb Antal, Halász Gábor, akiről én például szégyellem magam, de nem tudom, hogy kicsoda, Kunc Aladár és Szentkuti Miklóst említetted meg, úgyhogy erről mondjál egy pár szót. Hát a négy az sok lesz, de én hát Halász Gáborról annyit, hogy Szerb Antal mellett nehéz róla, mert eszéista volt egyébként, kitűnő eszéíró. Ahhoz eszéírói nemzedékhez tartozik, aminek Szerb Antal ugye a number one-ja, hogy így mondjam. Tehát ez egy kicsit elhaványítja őt, tehát most itt nem akarok róla kitérni, de Halász Gábor sok szempontból Szerb Antal mellé helyezhető. Na de hogy nekem is Szerb Antal a szívem csücske, azt gondolom mondanom se kell, és azért is őt tettem az első helyre. És róla akarok egy kicsit bővebben beszélni. Kunc Aladár is jó lenne, de félek az idő rabságától, hogy ilyen szépen mondjam. Viszont ott van Szentkuti Miklós, akit méltatlanul kevéssé ismernek, aki nekem külön az én szívemnek a titkos kedvence, de róla is csak nagyon szőrmentén lehet. Szerb Antalt azért kell első helyre venni, mert Szerb Antal, majdnem azt mondom, hogy egy kicsit, aki kicsit is ismeri, annak ilyen belső titkos kedvence, haverja, jó barátja, minden egyéb, mert Szerb Antalnál bájosabb, szellemesebb, kedvesebb, jópofább, aranyosabb, pasas, kevés van a magyar irodalomban. Tehát ha azt írta, hogy annak idején a... Meg tudod, mi van még emellett? Megkurította a fiatalokat. Ugye az Utas és a Holdvilággal is ezzel. Az Utas és a Holdvilággal szokták mondani, de nyugodtan mutatom, amit kevéssé szoktak emlegetni, a Pendragon legendát. A Pendragon legendát, ami majdnem ilyen jó, szerintem. Vagy lehet, hogy ugyanilyen jó. És néhány olyan novelláját, mint például a Gondolatok a könyvtárban, vagy a Nervin csókja, vagy a Madelon az Ebb, amik ilyen kis könnyed írások, de olyan hallatlan, szellemes, vályos, aranyos. Mondom, annak én az abhelyezőben, itt mondta azt a Holden Caulfield, hogy az az igazán jó író, akiről az ember úgy érzi, mondja egy kamasz srác, mert ugye kamasz a főhős, hogy olyan, mintha az író haverja lenne, és bármikor fölhívhatja. Hát ha van ilyen író, akkor Szerb Antal tökéletesen adott, hogy bármikor föl lehetne írni, hogy hát hogy örül, tónikán, hogy meghalt, tónikán, és nem. Ígyunk már meg egy fröccsöt valahozom. Körülbelül ez a kategória. És Szerb Antal szellemessége, Szerb Antal könnyedsége, frivolnak szokták nevezni, ami szerintem marhaság, mert a frivol az egy ilyen hűvösebb, kicsit már cinizmusba hajló stílust illeti. Én nem tartom igazán frivolnak. Magát mondta neofrivolnak. Igen. De miért neo? Igen. Bonyolultabb. Eszembe nem jutott volna róla a frivol. De ezt is elviccelte, áll a jóistenek, tehát nem is volt igazán frivol. Viszont egy dolgot hozzá kell tenni, hogy emögött a könnyedség, halatlan szellemesség és báj mellett olyan elképesztő műveltség, olyan elképesztő fölkészültség, olyan hihetetlen ismeretanyag volt, ami nyugodtan mondhatom, hogy az ilyen téren elég jól álló magyar irodalomban is szinte példátlan. Tehát Szerb Antalról majdnem azt mondom, hogy csak felsőfokokban tudok beszélni. Én egyrészt az ő igézetében nőttem föl a két irodalom történetét illetően, de ez az előbb említett művekre is vonatkozik. Szentkuti Miklós pedig csak annyit végül, hogy az őt is megemlítsük, hogy ő egy késői felfedezés, és Szentkuti Miklósra engem furcsa módon
a televízió vezetett rá, röstállam, de így van. Volt vele egy portré, volt vele egy portréfilm, róla egy portréfilm, ahol hát a szegénynek rossz volt a foga, nem csináltatta meg, és egészen, hogy mondjam, kabaréba illő, ilyen stílusra beszélt, de olyan elképesztő dolgokat mondott, tehát sziporkázott az ember, azt kell mondjam, és tulajdonképpen az a fajta Cervantesre mondott hihetetlen szellemi sziporkázás, ő rá is jellemző volt, természetesen a maga módja, amiket egy más vonatkozásban, és kevesen ismerik és kevesen tartják igazán olvashatónak Szent Kutinak a könyveit. Én csak azt merem tanácsolni, hogy bármelyik Szent Kuti könyvet előveszik, ugye a breviáriumot szokták mondani a leggyakrabban. Én mondanék, most mindegy, nem akarok ebbe belemenni, Szent Kuti Miklós a magyar irodalomnak a nagy titkos fegyvere, legalábbis az egyik, én úgy gondolom, mert több is van, akire méltatlanul kevéssé figyelünk. Kuncaladáról pedig csak annyit zárja be, hogy közismertebb, hogy ő az erdélyi magyar irodalomnak ugye egy olyan, a Fekete Kolostort szokták emlegetni, van egy másik kitűnő regénye, ami a Trianon utáni Kolozsvárt írja, meg Felleg a város felett a címe. Ezt is méltatlanul kevéssé emlegetik, az erdélyi irodalom nagy alkotásai közé sorolhatom, olyan regények mellé, mint Vas Albertnél nem szokták emlegetni, mert Vas Albert ugye divatos nemzeti klasszikus lett ennyi túlzással, ami nem ellene mondom, mert nagyon jó író volt, de nem, azért nem volt Móricz Zsigmond, most már úgy van beállítva, hogy Móricz Zsigmond sehol nincs, csak Vas Albert. De például az egyik legjobb könyve, korai könyve, a Farkasverem volt az, ami szerintem nyugodtan Kuncaladárnak a Felleg a város felett című regénye mellé állítható. Az erdélyi irodalomnak ezek olyan rejtett kincs, ezeket se ismerjük szégyenteljes módon, és ezek a Napkeletnek köszönhetően Kuncaladárt is, a fiatal Szent Kútit is, akár csak Németh Lászlót, vagy pláne Cervantest, elénk hozták, tehát ez megint a Napkeletnek a nagyszerűségét bizonyítja, hogy ezek az írók nem csekély mértékben a Napkelet révén kerültek be a magyar irodalmi köztudatba. Jó, hát akkor erre most azt mondom, hogy elég nagy adóssága van a mai folyóiratoknak, mert nagyon kevés ember kerül bele, a jól író ember kerül bele abba a nem tudom mi támogatásba, vagy hogy is mondjam, amit elvárnék bizonyos lapoktól. Nagyon sok konkrét példát tudnék említeni, de nem említünk. Vas Albertet meg sohasem fogom hagyni bántani egyetlen egy mondattal se. Akármi történjék velem. Na most ugye ott tartottunk, hogy ez a kérdés azért került elő, mert hogy meg lettetek kérdezve, hogy kit emelnétek ki a Napkelet nemzedékében, és Szilárd, te, ha jól olvassam a saját magam írását, akkor Hanvas Bélát mondtad. Hát az nagy örömömre. Igen, Hanvas Bélát mondtam, de egyébként, hogy mennyire hasonlóan gondolkodunk, egy Horváth János idézetet hoztam ide. Nem tudom, hogy a Napkeletben jelent meg, vagy nem, de van egy írása arról, hogy mi a hagyomány. És olyan gyönyörűen írja le a magyar lelket benne. Olyan veretesen írja le, és nem csak azt írja le, hogy mi van ma, hanem hogy mi volt a múltban. Elolvashatom? Elolvashatom? Jó. Nem az összes, csak egy oldal az egész. Azt mondja, a hagyományon értünk minden oly nemzeti specifikumot, mely messzi, sőt talán a legmesszibb múltból, akár a nemzeti lét íratlan őskorából származva, ha máshol nem, a nép alsóbb rétegeiben, ha itthon nem, hát az őshazában, ha láthatólag már nem, de a közemlékezetben megmaradt és él. Vagy csak tengődik, mert írtja közöny, haladó idő, keverő történet, ellenséges szándék, amit tehát illő megismernünk és megbecsülnünk, amit óvnunk kell, sőt újból köztulajdonná általánosítanunk, ha évezredes nemzeti karakterünkből kiforgattatni, nemzetül meghalni nem akarunk. E nagy hagyomány pedig igen sokféle belső és alaki tulajdonok összessége. Él lelkünkben, vérmérsékletünkben, mint nemzeti elrendeltetés. Rá van írva arcunk vonásaira, mint fajságunk ősi bélyege. Él gondolkodásmódunkban, nyelvünk eredeti formáiban, tájszólásaiban, sőt hangzatában. Él társadalmi formáiban, életmódunkban, mindenféle szokásainkban, még az egyszerű névadáséban is.
él hitünkben és babonáinkban, zeng dalainkban, versünk ritmusában, kitalálja a festi meséink csoda világát, magáról regél mondáinkban, s csak egy-egy nagy névre szorítkozó jó hír emlegetésében, ott sír és nevet zenénkben, andalog, ring, dübörög, tipor táncunkban, ott bujkál ruháink zsinórzatán, s pompázik nagyjaink ünneplő viseletén, s felismerszik a paraszt egyszerű köntösén, cifra szűrén, a pásztor faragott botján, a csikós ostorán, a halász ősi szerszámain. Megmutatja magát tájaink képében az erdélyi bérceken, Dunántúl lankáin és a végtelen alföldön, melyek látták, dajkálták, gyönyörködtették atyáink emberöltőit, s most várakozva néznek mi ránk. Ott hullámzik a Balaton tengerén, foly, s mégis örökké ott csillog, borong a Duna a Tisza vizében, Sajó, Mohács, Budavára, Nagymajtény, világos Reá emlékeztetnek. Ő termi a búzát szántóföldeinken, zugatja a tölgyerdők koronáját, borítja talpig virágba a homok akácait, susog nádasokban, s intézi falvaink lassú, nyugalmas életét. Farag székelykaput fon, hímez magyar nők kezével. Hát ugyebár... Szóval, ez. Tehát, hogy... Ezt adja nekünk. Tehát meg az, hogy, ezeket az embereket. Szóval a folyamatosságra jobban kellene szerintem ügyelni, mint amennyire ügyelünk. Nem olyan nagy feladat az bocsánat, egyáltalán. Bocsánat, és hamvas ügyel rá. Tehát csak ez Horváth János volt, de hamvas ügyel rá. Hogy gyönyörűen áttekinti az évezredeket, vagy az időtlen időktől áttekinti a máig az életet, és örökérvényű mondatokat tesz ide nekünk. Például azt teszi ide nekünk, hogy az a nemzet, az a nép tud élni, amelyik a tudását és az életét az őskori, ő így nevezi, hogy őskori szent könyvekre alapozza. Ez ugye a szentírás, ugye őskorinak nevez, de ugye hát a többiekről is beszél, a hindukról is beszél, meg sok minden másról is. Az őskori szent könyvekre alapozza. Az a nép, amely ettől a tudástól eltér, menthetetlenül elveszik, és csak akkor kell újra életre, ha visszatér oda. Igen, hát a történelmet ismerve meg is elő is fordult ez elég sokszor, mármint, hogy eltűntek sülyeztőbe. De egyébként az a döbbenetes, hogy ez a hamvas, akiről beszélünk, hogy 1897-ben született, és 1968-ban halt meg raktárosként. Bizony. Ugye 54-től vagy valahogy raktáros volt, de 45 és 48 között a egyes visszaemlékezések szerint volt a kommunista párt tagja. Tehát csak azt szeretném mondani... Igen, tehát három esztendőn keresztül a kommunista párt tagja volt, 48-ban kilépett már, de hogy három esztendőn keresztül az volt, tehát hogy még az ilyen döbbenetes látású elmék is tudnak legalábbis átmenetileg tévedni. Hát vagy kísérletező kedve volt, azért hagyjuk meg. Hát Áron még nem mondta el, viszont amit ugye leírtam szintén, a kis papírról, amit megkaptam Évától. Paule Rákost, akiről bevallom őszintén, hogy fogalmam sincs, hogy kicsoda, viszont Gróf Zicsi Rafaelnét, igen. Úgyhogy beszélj akkor erről, hogy neked miért ez a kettő. Most már óhatatlanul prózai lesz, amit mondok így. Ezek után, igen. Meg Hamvas Béla szavai után is. A Zicsi Rafaelnét azért említettem a beszélgetésben, még a telefonban, mert tehát rajta keresztül ismertem meg a folyóiratot, úgy értve, hogy az ő levelezését néztem meg a Klebersberg Hunóval, és éppen arról leveleztek történetesen 1920-ban, hogy alapítani kell egy lapot. És akkor ennek néztem egy kicsit utána, hogy mi is történt ezután, meg a történeti társulat. Az alapítás lázában voltak, tehát ők is látták, hogy széthullik a világ, de azért néhány alapkövet pont erre tekintettel leraktak. Csak ezért említettem. Nekem Paule Rákos azért nagyon fontos, mert ő adta a lapnak a filozófiai tekintélyt. Ő egy olyan gondolkodónk, akit hát szintén nem véletlenül felejtettek el. De ő neki mi volt a mestersége? Filozófus. Ja, igen. Tehát ő szolidan filozófus. Igen. Ő egy nagyon
színvonalas gondolkodó, akit úgy szoktak emlegetni, mint az egyik olyan magyar filozófus, aki európai szintre emelte a magyar filozófiát. Tehát érdemes foglalkozni vele. Az a rendszer, amit ő épített, az objektív idealizmus volt. És most nem belemenve tényleg a részletekben, mert látom, hogy itt rossz irányba megyek. De akit még kiemelnék, az Nagy József, aki abban hasonlít. Ilyen névvel nem lehet világhírű lenni. Igen, vannak nehézségek, de én mégis azért emelném ki, mert ő is a Napkelet köréhez tartozott. Mindkét szerző nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy a külföldi filozófiai műveket recenzálták, szemlét írtak róluk, és nem csak a könyveket mutatták be a Napkeletben, hanem megpróbálták az adott szellemi közeget is bemutatni, ami szerintem nagyon fontos, nem véletlenül, hogy a Napkelethez kapcsolódott egy ilyen szellemtörténeti megközelítést. Több szerzőnek volt az a szándéka, hogy ne csak elemezze, hanem be tudja mutatni egy adott ország, egy adott nemzet filozófiai életét, azt egységes irányként mutassa be. Ez volt egy nagyon fontos szándéka ezeknek a szerzőknek, és abban hasonlít az általam említett két filozófus, hogy nem csak akadémikus műveket, nem csak rendszert építgettek, és nem csak tanítványaik voltak, hanem olyan bevezető műveket is írtak, bevezetés a filozófiába, vagy Gondolkodók című populárisabb könyvek, amelyek ki is nyitották a filozófiát, tehát beleillettek abba a koncepcióba, hogy egy új kulturális milliót kell kialakítani, és olvasókat kell nevelni, és ezt tartom nagyon fontosnak, tehát a filozófia és a Napkelet között is van egy ilyen kapcsolat, hogy a filozófiát népszerűsítő, de színvonalas gondolkodók is voltak alapkörül. Igen, hát azokért is, meg ugye adott esetben, hogyha már Hamvas Bélát emlegettük, akkor nem csak az újonnan felfedezettek, még bármilyen későn is történt a felfedezésük, de a körünkben volt valaha nemrégen meghalt, lásd, ugye Hamvas Béla emlékét is. Ezek olyan emberek, akikről most itt beszéltünk, akiket soha egyetlen egy pillanatig sem szabad elfelejteni. Azért, mert beletartozik az eszmetörténetünkbe, beletartozik a műveltségünkbe, jó volna, ha még inkább beletartozna, de azt gondolom, hogy rengeteg ilyen van, és hihetetlen gazdag ez az ország ilyen gondolkodókba, és ez tripla, vagy még többszörös feladatot ró a megfelelő emberekre, akiknek intézkedési joguk van, meg nem szabad megengedni, hogy elfelejtsük ezeket, mert egyszerűen ennyi szellemi nagysággal az kötelessége az embernek, hogy megőrizzük őket, és állandóan benne tartsuk a saját gondolkodásunkba. Ez elvileg a végszó is lenne, de a csapos hagy szóljon közbe, az én vagyok. Jön ugye itt a karácsony mindjárt, és jönnek az ünnepek, amit mindig szeretet ünnepének nevezünk, meg mindenféle dolognak elneveztük már, csak nagyon gyakran olyannak nem, ami valójában, de ehhez akkor hagyjadjak egy muníciót. Gondolom, hogy mindenkinek van halottja, mindenkinek volt már szerelme, mindenki volt már olyan szituációban, hogy barátja is akadt, meg egyebek, és itt nem olvastam a fejedre, de azt te mondtad, Károly, igen, te is kiemelted Áprili Lajost. Na most ő nekem a egyik kedvencem, és egy karácsonyi ajándékot adhatok valakinek, akkor azt mondom, hogy tessenek, megvan a neten, úgyhogy nem kell könyvet sem megvenni, a Halálmadár című versét elolvasni, és másnaptól más lesz az ember. Ennyi. Köszönjük szépen. Elsősorban ugye kedves vendégeinknek, hogy eljöttek. Ne tessenek megfagyni, ha kimennek az utcára, elég hideg van, és remélem találkozunk minél előbb. Köszönjük szépen a részvételt nektek pedig, hogy eljöttetek. Ünnepélyesen bejelentjük, hogy megalakítjuk a Napkelet műhelyt, egy olyan szellemi közösséget, amely előkészíti a 100 esztendős Napkelet folyóirat szellemiségének méltó folytatását.
még nem folyóirat előkészítését jelentjük be, az még korai, az viszont már igen régóta aktuális, hogy a Napkelettel komolyan foglalkozzunk. A cél első lépésben tehát egy olyan konzervatív keresztény és magyar hagyományokra építkező társaság létrehozása, amely fölkutatja a Klebelsberg Kuno által megálmodott és megvalósított Napkelet legnagyobb értékeit, és egyben hozzáteszi azokat a gondolatokat, beszélgetések, előadások és tanulmányok formájában, amelyek összefüggésben állanak a mai magyar konzervatív művészettel, hagyományainkkal vagy hétköznapjaink meghatározó jelenségeivel. 2025-ben a Napkelet alapítójának és főszerkesztőjének 150. születésnapját fogjuk ünnepelni, erre is méltó módon készülünk. A Napkelet műhely alapítói Hantó Zsuzsa író történész, dr. Nagy Gyöngyi történész, pedagógus, a Szeremlei Helytörténeti Társaság elnöke és Jobbágy Éva, a Tormai Cecil kör alapítója. Mindazokat várja, akik részt vállaltak ebben a munkában már eddig is, köztük azokat, akik a Polgári Mulató meghívottjai voltak, illetve akik az ő ajánlásukkal szeretnének a műhely munkában részt venni. Nem látok odáig. Akarnál szólni, Éva? Köszönöm szépen. Csak annyit nagy örömmel hozzátennék, hogy a jelenlévő urak, hölgyek is azonnal csatlakoztak ez a felhívásunkhoz, úgyhogy köszönjük szépen, és áldott adventet és karácsonyt kívánunk. Köszönjük ezzel.